Jul a századikon, szerdán tartotta századik általános kihallgatását Ferenc pápa. Folytonosság és általános megújulás, folytatódnak a már megkezdett változások a köznevelésben. Az iszlám állam Európa kapujában áll, 200 kilométer hosszú partszakaszt foglaltak el. Üdvözlöm Önöket, jöjjenek a részletek! Szerdán tartotta századik általános kihallgatását Ferenc pápa. Az audienciák során több millió ember volt jelen a Szent Péter téren és a 6. Pál teremben. Számos ajándékot kapott a Szentatya, és sok fellépő kedveskedett a pápának. Pápasága megkezdése óta az augusztus 26-ai volt a 100. általános kihallgatása Ferenc pápának. Első audienciája során 2013. március 27-én bejelentette, hogy folytatja 16. Benedek elmélkedéseit a hitévéről, majd a szentségekkel, a Szentlélek ajándékaival és az egyházzal foglalkozó katekézisek következtek. Ferenc pápa 2014. decemberétől kezdve tartja tanításait a családról az októberi szinódus távlatában. Ferenc pápa 2014. decemberétől kezdve tartja tanítását a családról az októberi szinódus távlatában. 2014-ben magyarul is megszólaltak az audiencián, és a Szentatya külön köszöntötte a jelenlévő Veres András megyés püspököt. A szerdai alkalmakon a pápa testközelből áldja meg a híveket, sokszor megáll a betegeknél, minden felé nyújtott kisgyermeket áldásban részesít. Ferenc pápa jó kívánságait küldte a Szent Jakab művek alapítása 60. évfordulójára, amely egységbe fogja az izraeli területen élő héber nyelvű katolikusokat. A Szentatya üzenetében emlékeztetett arra a számtalan isteni kegyelemre, amelyet az évek során ez a közösség kapott. Imádkozik, hogy a héber nyelvű hívek megújulást nyerjenek az evangéliumról szóló örömteli tanúságtételük által. A Szent Jakab művek felelőse lelkipásztori levelében ezt írta az alkalomra. Az a hivatásunk, hogy erősen szóljunk a békéről, az igazságosságról, a kiengesztelődésről, az arab és az izraeli világban. Nekünk, akik beszélünk héberül, tanúságot kell tennünk a zsidó társadalomnak, a zsidókkal és a zsidókért kell élnünk Krisztus tanítványaiként. Amerikai utazáson, amerikai autóval, ez is lehetne Ferenc pápa Egyesült Államokbeli utazásának egyik szlogenje. A Washington Post azt írja, a Szentatya egy amerikai gyártmányú Jeep Wranglert fog használni a szeptemberi útján, melyet már ismerhetünk az ekvádori utazásról. A továbbfejlesztett változat 3 üléssel rendelkezik a segédeknek, és mindössze 1 golyóálló üveggel, hogy a tömeg közelebb érezhesse magához az egyházfőt. A lap azt írja, dicséretesnek tartják, hogy Ferenc pápa elődeivel ellentétben nem méregdrága európai luxusautókat használ aranyozott fehér bőrüléssel, ezzel is kifejezve, hogy honnan indult ő maga. Szeptember 25-én ismét felbojdul az újszegedi liget és környéke. Kezdetét veszi ugyanis a Tágas Tér Fesztivál 3-napos rendezvénye. Az Egyházi Közösségek Fesztiváljáról a főkoordinátor Cagány Gábor, református lelkész, Kisrigó László, szegedcsanádi püspökkel és Kovács Ákos előadó művésszel közösen tartott sajtótájékoztatót. A szervezők elmondták, a 3-napos fesztiválon mintegy 120 programon keresztül azoknak a városért dolgozó szervezeteknek, csoportoknak és intézményeknek kínálnak bemutatkozási lehetőséget, amelyek segíthetnek bebizonyítani, hogy Szeged egy élhető, lehetőségekkel teli település. Ákos ingyenes 2 órás nagy koncertet ad szeptember 26-án a Tágas Tér Fesztiválon. Kisrigó László megyés püspök azt mondta, a Tágas Tér elnevezés találó, mert a keresztény hittel élők is megtapasztalhatják, hogy az egész világ az otthona a hívő embereknek. A Bónum TV élő közvetítésével kapcsolódhatnak be a Szent Mónika közösség nagy találkozójába augusztus 29-én délelőtt. 9 órától élőben kapcsoljuk a Boldog Salkaházi Sára templomot, ahol a Szent Mónika közösség és a zarándokok a világosság rózsafűzérét imádkozza, majd Repcsik György atya a templom névadójáról tart előadást. 11 órától Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek celebrálja az ünnepi szentmisét, délután 13:30-kor élőben kapcsoljuk a Mária Remetei Kegytemplom parkját, a második Szeretetlánk Fesztivált.
13 óra 30 perckor a Signum együttes dicsőítő koncertjét láthatják, majd 15 órától Eperjes Károly színművész tesz tanúságot a Szűz Mária tisztelet fontosságáról. 16 órától a második Szeretetlánk Fesztivált ünnepi szentmise zárja. Kapcsolódjanak be önök is a Bónum TV élő közvetítéseibe szombaton délelőtt 9 órától. Ezen a héten is beszámolt a kormány döntéseiről Lázár János, miniszterelnökséget vezető miniszter, a szokásos csütörtöki kormányinfón. A kerítés és a NATO drót mellett egy harmadik létesítmény is védi majd a magyar-szerb határt. Lázár János szerint a határvadászokkal együtt a hármas határvédelem már elég lesz. A miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón bejelentette, a kerítés és a NATO drót közé még egy biztonsági létesítményt terveznek. A 177 km hosszú határ védelmére 2016 határvadászt küld a kormány. Tűzparancsot a rendőrök nem kapnak, viszont gumibotot és vízágyút használhatnak, erősítette meg a miniszter. Ha kell, akár sorfalat is állnak, tette hozzá. Beszélt arról is, Magyarország sérelmezi, hogy az Európai Unió nem ad segítséget ahhoz, hogy képes legyen a schengeni határ védelmét ellátni. A törvénymódosításokkal kapcsolatban elmondta, több törvényt is módosíthat a parlament a jövő heti rendkívüli ülésen, ahol megtárgyalják a déli határ védelme érdekében tett eddigi és további lépéseket is. Folytatódnak a köznevelésben 2010-ben elindított, a teljes rendszert érintő változások a jövő héten kezdődő 2015-2016-os tanévben is, mondta Hoffmann Rózsa, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Tovább folytatódik az oktatási rendszer átalakítása. Hoffmann Rózsa kereszténydemokrata országgyűlési képviselő budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, jelentős változás, hogy idén ősztől minden 3 éves kort betöltött kisgyermeknek óvodába kell járnia. Ettől a lépéstől számos pozitív változást remélnek, tette hozzá, és utalt arra, hogy ezt több országban is meglépték már. Rámutatott, hogy a kormány 2,5 milliárd forinttal támogatta az önkormányzatokat, hogy legyen elegendő férőhely. Nincs információjuk arról, hogy bárhol feszültség lenne a férőhelyek hiánya miatt, jegyezte meg. Hoffmann Rózsa a Bónum Hírek kérdésére kitért arra is, hogy a most induló tanévben folytatódik a pedagógus életpálya kiépülése, a pedagógusok minősítése, valamint a béremelés. Megjegyezte, szeptembertől a népvándorlásból következő kihívásokkal is szembe kell nézni. Meg kell oldani azoknak a gyerekeknek az oktatását, nevelését, akik rövidebb, hosszabb ideig itt maradnak, ez integráltan a magyar gyerekekkel együtt történik majd. Nyilvánosságra hozták a 2015-ös pótfelvételi ponthatárait. Több mint 8200-an jelentkeztek az idei pótfelvételire, 73%-uk alap vagy osztatlan képzést, 17%-uk felsőoktatási szakképzést, 10%-uk pedig mesterképzést jelölt meg a jelentkezési lapon. A legnépszerűbb képzés az idén a jogász volt, 547 jelentkezővel, a második a gazdálkodási és menedzsment volt 431 jelentkezővel, de kereskedelem és marketing, gépészmérnöki, valamint igazságügyi, igazgatási alapszakra is több százan felvételiztek. A Design Terminál és a Jezsuita Roma Szakkollégium közös gyakornoki programot indít tehetséges roma fiatalok számára. Az együttműködés célja, hogy a felsőoktatásban tanuló roma hallgatók megismerkedjenek a digitális gazdaság, a tervező szakmák és az urbanisztika szakterületeivel, az ezeken a területeken működő sikeres vállalkozásokkal, valamint az ágazatok által kínált életpályákkal. Hiszünk benne, hogy a magas hozzáadott értéket előállító ágazatokban, így a kreatív iparban is, ott a helyük a tehetséges roma fiataloknak, mondta Böszörményi Nagy Gergely, a Design Terminál főigazgatója. Összefogtak a Gyergyó Csoma falvi Csalóka óvodáért a helyiek. Az egészségügyi engedélyek megszerzéséhez felújítási munkálatokra volt szükség, amit összefogással Kalákában valósítottak meg a helybeliek, többek között Hargita megye tanácsa támogatásával, amely a Kalákákat kezdeményezte 2 évvel ezelőtt. A megyei tanács összesen 40 ezer lejt utalt ki a megvalósításhoz. A megyei tanács kihelyezett tanácsülést tartott a helyszínen Borbolj Csaba megyei elnök vezetésével. Antal Teréz igazgató elmondta, hogy a megyei tanács mellett a szülők és a helyi önkormányzat,
illetve a helyi közösség támogatását is élvezték, így megújult a konyha és a tetőszerkezet, a padlástér, a mennyezet és a tornác is. Továbbá lecserélték az ablakokat, ezek felét ugyanis adományba kapták. Élő adásban lőtte agyon két volt kollégáját egy amerikai tévés. A 24 éves Alison Parkert és a 27 éves Adam Wardot akkor lőtte le, amikor éppen egy bevásárlóközpontban készítettek interjút. Az elkövető később öngyilkos lett, és a kórházba szállítás közben életét vesztette. 200 kilométer hosszú tengerparti szakaszt foglaltak el az Iszlám Állam fegyveresei a líbiai Szirt város térségében. Erről Bernardino León, az ENSZ líbiai külön megbízottja számolt be a szervezet biztonsági tanácsának tett jelentésében. Szirt városától Málta szigete Európában csak 560 kilométernyi távolságra van. A líbiai külön megbízott arra figyelmeztetett, hogy az Iszlám Állam komoly és valós veszélyt jelent Líbiára. Ismét erőszakkal sorozzák be a kelet-ukrajnai férfiakat a Debalcseve körzetében, állítják katonai szakértők. Az elmúlt napokban kiújultak a harcok Luhansk megyében, a szakadár erők folyamatosan megsértik a tűzszünetet és fokozzák támadásaikat. A kiéleződő kelet-ukrajnai helyzetre hivatkozva Eva Kopacz miniszterelnök szerdán arra kérte Andrew Duda államfőt, hogy hívja össze a Nemzetbiztonsági Tanácsot. A lengyel sajtó ezzel kapcsolatban az ukrán elnök külpolitikai államtitkárát idézte, aki kilátásba helyezte, hogy szeptemberben Lengyelországnak az ukrajnai béketárgyalásokhoz való csatlakozásáról tárgyalnak a lengyel és az ukrán politikai vezetők. Híreinket ma is programajánlóval zárjuk, az Örkény Színház egésznapos szabadtéri rendezvényel, a már hagyománnyá vált Örkény kerttel köszönti az új évadot a Madách téren augusztus 29-én. Szándékuk, hogy felhívják a figyelmet a városi környezet élhetőbbé tételére, a közösségi élettelek hangulatára és fontosságára, hogy ébren tartsák a budapesti polgárok érdeklődését a kulturális hagyományok iránt. A bónum híreket látták, ha tehetik, támogassák televíziónk missziós munkáját, hívják adományvonalunkat a 13690-et. Ha hírük, videójuk vagy fotójuk van, osszák meg velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!